Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Igazi lengyel szakértő Gordon István, aki hosszú éveket szolgált Varsóba. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és jó reggelt kívánok a nézőknek. A lengyel köztársasági elnök hivatalos látogatáson az Amerikai Egyesült Államokba járt. Úgy tűnt, hogy nagyon egymásra találtak. Jól látom én ezt? Abszolút jó. Ők tényleg valóban nagyon egymásra találtak. Pont egy hónapja járt amerikai turnén Trump elnök meghívására a Duda köztársasági elnök, és egy nagyon lagymatag találkozónak tűnt legalábbis. A szakértők arra számítottak, hogy megbeszélik ezt, megbeszélik azt, tartanak egy közös sajtótájékoztatót, aztán mindenki megy a maga útjára Isten hírével, aztán a sajtótájékoztató egy akkora megdöbbenést okozott, hogy el se tudja képzelni a világ. Hamarosan következő vendégünk egy biztonságpolitikai szakértő lesz, de ha egy lengyel szakértővel beszélgetek, nem tudom nem megkérdezni. Ha jók a híreim, akkor Lengyelországban már ezeknek a rakétáknak a kilövő állásait építik. Szóval az úgy kezdődött, szokták mondani a gyerekek, szóval ez tényleg úgy kezdődött, hogy egy évvel ezelőtt Trump elnök járt Lengyelországban, mondott egy akkora beszédet, ami a lengyeleknek nagyon a kedvére volt. A végén megemlítette, hogy külön dicséretet érdemel Lengyelország, mert szépen vásárolja a Patriot rakétákat, megvan minden terv. Na most ezt fokozták, most már abban is megállapodtak, hogy tervbe veszik katonai bázis építését Lengyelországban. Mit szólnak ez a szovjet oroszok? Hát, szovjet technikát alkalmazva, nagy volt a hallgatás, egészen tegnap előttig én legalábbis nem hallottam nyilvánosan megszólalni. Amikor is Putyin elnök megszólalt. Lavrov külügyminiszter hangján, és azt mondta, hogy na-na. Na most valóban itt az egész területnek, az egész környéknek a helyzetét megváltoztathatja. Ez a helyzet, hogyha valóban erre kerül sor, hogy katonai bázist, meg is vannak a tervek, $2 milliárd kerülnének, hogyha be is fejezik ennek a felépítését, sőt, Duda elnök volt oly kedves, és azt mondta... És a lengyeleknek van erre $2 milliárd? Na ezért lázadoznak a lengyelek. Tehát nem okozott osztatlan elismerést Duda köztársasági elnök ígérete, hogy akkor úgy belelátunk, nekilátunk, hiszen itt arra is kell gondolni, hogy itt minden megváltozik. Magasan fölülmúlja a 2%-ot, amit a NATO-ba be kell tenni. Ezért is kaptak dicséretet rendszeresen Trumptól, hogy a legjobban teljesítő országok egyike, hanem a legjobban teljesítő NATO ország, hát pontosan azért, mert vásárolja az amerikai fegyvereket, az éppen Lengyelország. Ez igen, ez nagyon sok. De még hagyd tegyek hozzá egy mondatot, és akkor úgy, hogy kerek legyen a történet, ez a Trump-Duda találkozó, a két elnök találkozója, a következő volt, miután a sajtótájékoztatón a geopolitikai, harci, technikai kérdéseket tisztázták, utána közölték, hogy azért az egésznek, mindennek a kulcsa, a kapcsolataik alapvető záloga, hogy az északi áramlattól kicsit elkacsintanak, kikacsintanak. Mármint a gázáramlattól. A gázról van szó, és a palagázt Amerikától fogja vásárolni, az USA-tól fogja vásárolni Lengyelország, és minden visegrádi országot és minden tagállamot buzdítanak. A lengyel elnök arra buzdított, hogy építsék ki a saját területekein is. Nem hosszú az út az Amerikai Egyesült Államokkal a palagázt elhozni egész Európába? Hát ezt hiszem a szakemberekre bízom, nekem szép ide. Csepp folyósítják? Ez a palagáz, nem tudom, mit fognak csinálni, hogy csepp folyósítják-e vagy sem, de hát egyelőre még légnemű halmaz állapotban van ott, aztán, hogy amire ideér, milyen be lesz, minden esetre a legnagyobb problémának ezt tartják, hogy mindenki vásároljon. Ha ellepi Európát az amerikai üzemanyag, ásványi kincsek, mit fognak erre az OPEC országok? Hát egyelőre mi csak a lengyelekről van szó. Ezt aztán megoldja meg Duda elnök, akit mondom, bár nem egyértelmű elismerés fogadott emiatt az ötlet miatt az Egyesült Államokban. És talán még egy érdekességre szeretném felhívni a figyelmet, ami egyszerűen
egyszerűen elképesztő. Az albumomban most jelen pillanatban az első helyre került fényképalbum az a kép, amit elorroltam az internetről, amelyen aláírnak egy szerződést. Hogy ebbe pontosan mi van, azt persze nem tudom. Nem is ez a lényeg, hanem ahogy te most ülsz itt az asztalnál, így írta alá az amerikai elnök, és itt az asztal szélén így le, odadőlve, állva a lengyel elnök. Na, ez, gondolom, hogy ez az állapot nem fog a lengyel diplomácia aranykönyveibe bekerülni. Szóval ilyet én még nem láttam diplomata körökben, vagy egy ünnepélyes aktus aláírás, akkor főleg két nagyhatalmú vezetőnél, hiszen Trump elnök is, Trump elnök ugye Amerika elnöke, Duda köztársasági elnök, pedig végiscsak majdnem 40 millió lengyelnek az elnök. Hát igen, de addig, amíg Duda elnök a protokoll hazájából, a lengyel udvariasságból jön, addig az amerikai elnök egy üzletember, és a lényeg számít neki, hogy alá legyen írva, tessék írd alá. Biztos, hogy az számít, de hát azért az óvodában már ott is oktatják a leendő diplomatáknak, hogy hát nosza, azért, hogyha valakivel megkötünk egy szerződést, üljünk már egymás mellett. Hát lehet, hogy Trump elnök menesztette a protokollosát, már Isten tudja hányadikat. Hát aznap reggel, vagy aznap délelőtt, ez egészen biztos. Jó, ezt értem, hogy a sajtótájékoztató és a látogatás nekem úgy tűnt, mintha a lengyelek keményen beelőztek volna minket, a magyar-amerikai kapcsolatokat. A kérdés az, hogy az Európai Unióban megindították ugye a sargentini jelentés nyomán a hetes cikkelyt ellenünk, de Lengyelországra is hasonló sors vár. Ebből a két sorstalanságból még jobban egymásra találunk? Egész történelmünk folyamán, hol jobban, hol kevésbé, de mindig egymás mellett voltunk. Ez nagyon, nem szeretem az ilyen kérdés, hogy bálvetve egymás mellett harcoltunk, stb. És ittuk borunkat, meg Balasival csajoztunk. Balasit varon nagyon-nagyon szeretik a lengyelek, pontosan a nőügyei miatt, a bor miatt is. De itt most egészen másról van szó. Egészen másról van szó, mert ugye pár nappal ezelőtt, a múlt hét végén, tehát múlt vasárnap, mennyi az négy nappal ezelőtt, választások, országgyűlési, helyhatósági önkormányzati választások voltak Lengyelországban, és bizony a papírforma jött be, de ez a papírforma nem az a papírforma. Tehát nyert a kormánypárt, tehát a Kaczyński vezette kormánypárt, igen, a Jog és Igazságosság, de a fölénye, ami év elején megvolt, az a felére csökkent, így a különbség, körülbelül a felére, így a különbség a fő ellenzéki párt és a kormánypárt között 5-6%-ra csökkent. És ami a meglepetés volt, ja, még azt kell tudni, hogy Kaczyńskijéknak, tehát a Jog és Igazságosság pártjának nincsen koalíciós partnere. Ugyanakkor szépen alakul a koalíció a másik oldalon. Ezt tudni, hogy ez nem az való. Ellenzéki az ellenzéki oldalon. Tudni kell, hogy itt nincs baloldal Lengyelországban. Itt 2-3%-ot tud általában felmutatni, most valamivel többet a igazi, tipikus baloldal, hanem volt mindig is egy parasztpárt, egy néppárt Lengyelországban, amely 5-6-7-8%-on mozgott. És mit ami Isten, nálunk a kis gazdapár? Nem egészen az. Hasonló, de nem egészen az. Már adott miniszterelnököt, egy 31 éves miniszterelnököt adott 4 századdal ezelőtt ez a párt, ami fantasztikus dolog volt. A lényeg az, hogy ez a párt, ki tudja hogyan, ez tényleg meglepetés, 14%-ot ért el. És az ezelőtti, a Kaczyński párt előtti kormánypártnak, a koalíciós, az ellenzéki kormánypártnak a koalíciós partnere volt. Na most hozzáadjuk azt a 14-et az 5%-hoz, de ne álmodozzunk, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, mert jövő vasárnap, tehát nem most vasárnap, jövő vasárnap lesz a választások második fordulója. Akkor lényegesen okosabbak leszünk. Amit nagyon pontosan és precízen kell tudni, a vidék az jobbára ez a Kaczyński pártja, Jog és Igazságosság pártjája. Viszont a nagyvárosok, Varsótól kezdve, egy nagy harc volt, de végül fölényesen nyert az ellenzék, a nagyvárosok majdnem kivétel nélkül az ellenzék kezébe kell vannak. És ez meghatározza. Mi várható az Európai Uniós választásokon? Lengyelországban várható sok változás addig. Folyamatosan... Kaczyński pártja ugye a néppárt. Nem.
Nem, ők nem, nem ők, a, ők a konzervatívok pártjában, ott, ahol az angolok vannak. És tehát a Brexit ellenzék? Után az, a, az ellenzék az van velünk együtt a néppártban. Tehát az a párt, egy furcsa, nagyon furcsa felállás, hogy tulajdonképpen a Kaczyński pártja az nem azonos pártcsaládot képvisel, mint a Fidesz. Tehát ez nagyon megkavarja a helyzetet, és ezért visszatérve arra az eredeti kérdésre, hogy ki kire fog szavazni. Világos, hogy mindig, a, ha a magyar ellen indítanak valamit az Európai Unióban, akkor a lengyelek, ha a lengyelek ellen, akkor a magyarok abban a pillanatban kijelentik, hogy mi ellene fogunk szavazni, és éppen ezért megvétózzuk azt, hogy a mi testvérünk, barátunk ellen, tehát a magyarok, illetve a lengyelek ellen. Használjuk ki, hogy itt vagy, van még két perc. Igen. A visegrádi négyek elég élénk és pozitív kapcsolatot tartanak fönn a zsidó állammal. Rendeződött-e már Lengyelország és Izrael között a nézeteltérés az új törvények folyamodványában? Hát igen, tulajdonképpen itt is Trump keze nyúlt viszonylag hosszúra, ugyanis amikor még év elején meghozták azt a bizonyos Auschwitz törvényt, hogy valaki is azt mondja, hogy lengyelországi haláltáborok, mert 3 év börtönbüntetés jár, érte? Tehát csak azt lehet mondani, hogy náci haláltáborok, amivel 100%-ig igazuk van a lengyeleknek, csak más volt az elképzelésük, akkor Trump elnök bizonyos diplomáciai csatornákon megüzente a lengyeleknek, hogy nono amice, nem akarom ezt nyilvánosságra hozni, tessék szíves lenni, változtatni ezen az állásponton. A lengyelek ezért húzták vissza az agarakat, ezért fogták vissza az agarakat, és amikor tavaly, amikor idén most már ott volt, ez volt a záloga tulajdonképpen a Duda látogatásának Trump elnöknél. Tehát a lengyelek kénytelenek voltak változtatni rajta, illetve folyamatosan finomítani, teljesen még nem változtatták, meg nem lépett életbe, csak elindították ezt az egész folyamatot, de azt viszont hozzá kell tenni, hogy úgy, ilyet ugye nem szabad mondani, nem is lehet mondani, hogy nagy az antiszemitizmus Lengyelországban, de hát ott is megjelennek azok, vagy megjelentek azok a pártok, amelyek ennek az ászlaja alatt vándorolnak, mennek. A Kaczyński pártja nem ilyen, ezt azért hozzá innét folytatjuk legközelebb, és Epedre várjuk a híreket, és téged, hogy megmagyaráz nekünk, mi történt. Köszönöm szépen. Az elmúlt negyed órában Gordon István lengyel szakértőt, volt diplomatát látták és hallották, és akkor most a nemzetközi békétlen vizekre elvezünk, mégpedig Kis Benedek József segítségével. Tartsanak velünk. Köszönöm. Köszönöm szépen.